Hemzsegnek a vízen a Kenu 2-es 1000 méteres párosai, hogy a válogatóra majd a győztes a poznani olimpiai pótkvalifikációra hajtson. Közülük Vasbányaiék és Kozmanék már jártak nálunk, most a Hüttner Csaba által nemrégiben a leggyorsabbnak látott Nagy Péter Sáfrán Mátyás 2-essel és terveikkel ismerkedünk meg. Jó reggelt kívánok, sziasztok, urak! Ahogy a párok kiválasztásánál mennyire volt fontos szempont, hogy a két ember elfogadja egymást? Nektek miért jó együtt evezni? Tiszteljük egymás egyesben is korábban elért eredményeit, valamint a tavaly évben ugye mi voltunk azok, akik az országos bajnokságon meg tudtuk szorongatni Vajda Attilát, és ezek után az edzők és a sportvezetés úgy gondolta, hogy belőlünk a két egyesből egy elég jó páros, ütőképes páros lehet kialakítani. Peti, neked sok kérőd volt. Valóban népszerű voltam az őszi edzőtáborok alatt. Sajnos csak férfiak, de azok hát voltak rendesen ebben a műfajban. Szóval, hogy mennyire ment ez nehezen, és mennyire sok dilemma volt, amikor hát pont emiatt, hogy nagyon sok neves és tehetséges kenussal próbáltam ki a párost, emiatt nagy volt a feszültség, hogy a lehető legjobbat választjuk ki. Igazából amit a Matyival tudunk együtt elérni, azt a többi párosban nem éreztem ennyire. És mi ez? Az, hogy nagyon gyorsak vagyunk. Nagyon gyorsak, az a lényeg, igen? Ez a lényeg, elejétől a végéig, és szerintem még azt is hozzátenném, hogy kiegészítjük egymást, és egy párosban nagyon fontos, hogy ami az egyik emberben nincs meg, vagy még nem tudja, az a másikban megvan, és meg tudja tanítani a másiknak, és egyre jobbak leszünk. Na, hogyha ennél a páros keresést gyakorlatilag egy jó kis krimire vagy egy szappanoperára akarnánk fordítani, akkor itt még egy testvérdráma is nehezítette a dolgot neked, ugye testvértől Mihálytól kellett elválni. Igen, ez nagyon sajnálom, hogy külön váltunk. Tényleg 4 éven keresztül minden évben nyertünk versenyeket, Európa-bajnokságot, világkupát, de az utóbbi 2 évben nem sikerült kijutnunk a világbajnokságra. Igaz, nyertünk válogatót, de nem is azt éreztem, hogy nem vagyok biztonságban, és egy ilyen poznani versenyen, ahol csak a győztes megy ki az olimpiára, már nem mertem rizikózni én se. Tehát úgy éreztem, hogy váltani kell, és meg kell próbálni egy új párost. Mindenki azt akarta, hát hagytam magam, és én is így láttam, hogy Péterrel nagyon jó rajtunk van, és onnantól kezdve már csak meg kell oldani a maradék 800 métert. Az már egy olyan nagy feladat, gondolnák. Amikor először összetérdeltetek, összejött a hajó, onnantól kezdve mennyi volt az az összecsiszolódási idő és szakasz, amire azt mondtátok, hogy igen, most már tuti, tehát tuti, hogy jó döntés volt, tényleg ezt kellett meghozni. Igazság szerint nagyon szerencsés helyzetben voltunk, mert összetérdeltünk és gyorsan mentünk. És pont ez az, hogy egymást kiegészítve nagyon hamar megtaláltuk azt, hogy mit... Pak, igazi legópáros volt. Tényleg, nagyon jól mentünk. Ennek egyébként látva meg ugye már másokkal is sokszor kenúzva, ennek mi az oka, ez mind tud múlani? Ugye, nyilván sok benne testalkat, sok benne adottság, itt már ugye több párossal beszélgettünk, hogy ki mit szeret. Például a jó öreg Kozman azt mondta, hogy azt szereti, hogyha azt se tudja, hogy valaki vele van. Neki akkor megy jól a hajó. Hát én szeretem azért, hogyha érzem azt, hogy valaki tolja rám a hajót, az nem egy kellemetlen érzés. Hát nem tudom, főleg szerintem a technikám múlik, hogy a két ember mennyire passzol, vagy mennyire tud alkalmazkodni, inkább a hátsó embere múlik, mert az első ember adja a ritmust és evezi a saját stílusát, a hátsó pedig neki alkalmazkodni kell, illetve nem szabad, hogy zavarja az elsőt. És ez szerintem megvan, és egyesben is jó teljesítményünk van, és páros emberek, tehát nem vagyunk rosszak csapathajóba se, és emiatt megy jól ez az egység. Hát ha már itt annyiszer szóba kerül az egyes is, szegedi válogató Peti, tervezel egyest is? A múlt alapján tervezhetnél? Valóban. Jelenleg a páros, amiről úgy gondolom, hogy a legfontosabb számomra. Vészforgatókönyvként szerepel mind a kettőnk. Vajda Attila kihívása. Igen. Az a vészforgatókönyv. Igen. De az a forgatókönyv pedig akkor, hogy ezt a megelőlegezett bizalmat, meg ténymegállapítást, ami Hüttner Csabától származik, hogy ti vagytok a leggyorsabbak, ezt akkor a válogatón
megvalósítani. Bizonyítani szeretnék, igen. Minden nagy képviség nélkül azért erre mekkora esélyt láttok, hány százalékot? Nyilván úgy ment, ti vagytok a legjobbak. Hát nagy képviség nélkül nehéz jó százalékot mondani. Hát akkor legyetek azok inkább. Nem hibázunk, szerintem vesszük ezt a hazai versenyt. Egyet értetek a kapitánnyal abba, hogy a válogató lesz a nehezebbik olyan szempontból, hogy jó párosok vannak, és aki ezt a válogatót mondja, a kapitány megnyeri, az Poznant alig, ha nem nyerni fogja. Én úgy gondolom, hogy a hazai mezőny, ami a hazai kenu párosok, amit eddig tudtak az elmúlt, nem a tavalyi, hanem az ezt megelőző világversenyeken, az azt bizonyítaná, hogy azokat a párosokat, akiket most meg kell verni, azt eddig mindig csont nélkül simán meg tudták oldani. Uh-huh. Tehát akkor Poznan az a gyengébbik verzió, Szeged az igazi. Hát de sokkal jobb lesz már ott a tét, tehát akkor már tényleg első vágaton is muszáj nyerni, de az, hogy már az olimpiai kótáért megy a meccs, és ráadásul egy idegen pályán, ez nagyon nagy nyomás a versenyzőkön. Győzelmi kényszer, tehát nagyon nehéz verseny lesz mindkettő, én arra számít. Játszunk el a gondolattal, hogy összejön, nyilván ti sokszor eljátszotok vele. London debütálás lesz, hogyha meg lesz, akkor oda milyen célokkal érkeztek? Tartani szeretném, én speciál tartani szeretném a hagyományokat, vagy azokat megjavítani. Ugye, amit a Kozman Gyuri párjaival elért, azokat szeretném megtartani, vagy pedig jobbat. Azaz, ebben a párosban, ha erről nyilván sokat beszélgettek, benne van akár az a meglepetés arany lehetősége is, ha oda jut. Úgy érzem, hogyha oda jutunk, benne van. Peti? Aláírom. Jó, akkor ezt az aláírást ezt most eltettük, és akkor innen folytatjuk. Jó munkát, jó felkészülést, fiú. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.